Ezeken a képeken a felújított orvosi rendelő és egészségház látható Bátán, a Tolna Megye határán fekvő falu nemrég falu megújítási díjat nyert. A település polgármestere szerint ez többek között az egészségügy fejlesztésének is köszönhető. Az egészségügybe léptünk, megépült az orvosi rendelő felújítás, az egészségház felújítás. Az egészségházon kívül, ahol volt egy lakás, a lakásból kialakítottunk egy váróhelyiséget, aztán két olyan termet, meg szociális blokkot. Bátán az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztés is befejeződött, többek között új vízelvezető hálózatot alakítottak ki, felújították a művelődési házat, az óvodát, valamint fejlesztették az idősek otthonát is. Huszárné Lukács Rozáli azt mondja, a díj számára azt jelenti, hogy mások is megbecsülik a munkáját, amit a falu megújításáért tesz. Mi a falu megújítási díjon belül több kategória volt, és a több területen kiemelkedő teljesítményért kaptunk díjat, amelyet 2019. szeptember 12 és 13-án Iszka-Szentgyörgyön osztanak ki. Ez nem pénzbeli juttatás, ez egy, egy nagyon szép elismerés. A falu megújítási díjra a pályázatot a belügyminisztérium írta ki.